Jelenleg a Kiskunhalas határában található, nekem hazai pályának számító sóstonhorgászok. Ez egy igazán impozáns, szép, könnyen megközelíthető vízterület, amely a Sóston Sporthorgász Egyesület kezelésében van. Ez egy olyan vízterület, mint amilyenből az országban sok száz hasonló van. Egyáltalán nem tekinthető intenzíven telepített tónak, hiszen a halfauna jelentős mértékben függ az egyesület bevételétől. A tagdíjakból és a napi jegyekből befolyt összeget tudja az egyesület halasításra fordítani, és évente több részletben telepíteni. No, mindez eddig rendben is lenne, csak a problémát az okozza, hogy a tagság döntő többsége a telepítési időszakokban és az azt követő 1-2 hétben szeretné a halak döntő többségét, főleg a frissen telepített pontyokat a fagyasztójában tudni. Ha a horgászok belátnák azt, hogy csak azt vigyék haza, amire valóban szükségük van, akkor kitolódhatna az eredményes horgászatok időszaka, és nem csak arra az 1-2 hétre koncentrálódna, amikor a telepítés történt. Itt van ez a hatalmas, csodálatos nagy vízterület. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy igazi hal paradicsom legyen belőle. Ehhez azonban az emberek gondolkodásmódjára kell megváltozni, ahhoz, hogy ez valóra is válhasson. Az is tisztán és világosan látszódik, hogy ez nem lokális probléma. Sok horgászegyesület van hasonló helyzetben. Nos, egy ilyen átlagos halsűrűségű tavon próbálok meg tavasszal olyan praktikákat bemutatni, amely minden hasonló jellegű vízterületen eredményes lehet. Haladjunk hát lépésről lépésre. Óvatos kapással érkezett az első halacska. Hiába, no. A víz nem túl meleg még. De legalább végre hal van a horgon. Egy ilyen vízterületen minden halnak hatalmas az értéke. És megvan az első pontyocska. Aki ilyen tavakon horgászik, az nem feltétlenül biztos, hogy 10 kilós halakra kell, hogy számítson. Az ilyen kis pontyot is meg kell becsülni. Olyan felszerelést hoztam magammal, amellyel nincs elérhetetlen távolság. Ezekkel a longcast féderbotokkal és orsokkal könnyedén tudok akár 100 méter felett dobni. Miért van erre szükség? Mert a mögöttem található 53-as számú főotvonal zaja beljebb zavarja a part széléből a halakat. A nagy többség itt olyan 60-80 méter távolságra horgászik, aki ettől távolabb tud dobni, az olyan nyugalmi zónát talál, ahol ráadásul a konkurencia is kisebb. Így ezen a tavon is a nagy dobás már fél siker. Jól látszik, hogy két különböző végszerelékkel horgászok, ezeket sok-sok éve rendkívül eredményesen használom. Nyugodtan mondhatom, hogy az eltelt időszak alatt szinte tökéletesen csiszoltam ezeket. Az orsó dobjára 20-as monofil főzsinort csévéltem. Ehhez kötöttem a bot másfélszeres hosszának megfelelő 18-as fonott doba előke zsinort. Ezen csúszik egy 35 g-os pelletféder kosár, amely felül egy gumiütközővel van megütköztetve. Ezáltal a szerelék fél fix, én szabályozom, hogy mennyit csúszom. Az ideális távolság a kosár végétől 10, maximum 15 cm, ennyi pont elegendő ahhoz, hogy az akadás tökéletes legyen. A kosár alsó részét egy féder gyorskapos gyöngy ütközteti meg, amely egy rendkívül praktikus eszköz, hiszen nem csak egyben ütköző gyöngy, hanem egy előkerögzítő is. Ugyanis a belső kampós része
egy gyors előkecserét biztosít. Ebbe került a 12 cm hosszúságú fonott horogelőke. Fontos, hogy ettől semmiképpen se legyen hosszabb, ugyanis ez az a maximális hossz, amely még biztosan nem tud feltekeredni a kosár fölé. A horogválasztás sem a véletlen műve, ez egy 11-es méretű, szakáll nélküli Gardner Mugga horog. A horog végénél, a hajszálőke meghosszabbításában található egy 10 mm hosszúságú csalitüske, erre tűztem fel a nagyobb méretű Flu Ananász peletet. Nagyon fontos, hogy a horgot szándékosan az ideális méretű csalihoz választom, ugyanis ez az a méret, ez az a horog méret a csalitüskével együtt, amely tökéletes módon kibalanszírozza, és oly módon kínálja fel a halak számára ezt a finom csaliteket, amelyet a lehető legkönnyebben tudnak felszippantani. Ez különösen fontos a tavasz időszakokban. Nem véletlenül van a horog szárán egy kis szilikoncső, amelyel tökéletes módon tudom szabályozni azt, hogy milyen távolságban, milyen pozícióban helyezkedjen el a csali. Ez megint csak az akadás miatt rendkívül fontos, ugyanis a túlságosan hosszú hajszálőkével a közepes vagy a kisebb méretű halak, azok teljes egészében kiszűrhetők. Mivel itt azért nem kapitális méretű halakra horgászunk, ezért fontos az, hogy körülbelül ebben a pozícióban így módon helyezkedjen el a hajszálőke és a csali. A másik végszerelék főzsinórja, dobelőke zsinórja, sőt még a gumiütközője is teljes mértékben azonos. Egyedül a szembetűnő különbség az az alkalmazott kosár. Ez egy olyan töltőszerszám nélkül használható kosár, amelyet ha egy kicsit túl is töltöttünk, akkor sem kell félni attól, hogy a medelfenékre süllyedve esetlegesen maga alá temeti az abba helyezett csalit. Ráadásul ennek a vezetőszárnak köszönhetően sokkal pontosabban, kisebb lendítőerővel tudjuk nagyobb távolságba dobni. Ezt is egy fédjel gyorskapocs gyöngy ütközteti meg, ennek horogelőkéje rövidebb, mindössze 8 cm, és az alkalmazott horog is lényegesen kisebb és más típusú. Ez egy 14-es méretű gamakacsú power carp horog, szintén szakáll nélküli, amely az alkalmazott csalihoz ideális. Itt a hajszálőke végén, hogyha a csalit megfogom és lehúzom, akkor jól látszik, hogy egy kisméretű, ultra vékony és ultra könnyű, fájn csalitüske található. Ez az a csalitüske, amely ezzel a horoggal együtt tökéletes módon kínálja fel a spéci magottot, azaz a lebegő ízesített gumicsontit. Érekistott a nap, föltámadt a szél, hát ez meghozza ennek a kevéske halnak is az étvágyát. Egy biztos, most egy halacska van a horgomon. Úgy bánok vele, mint a hímes tojással. Itt minden hal kincset ér. Az akadás tökéletes pont alulra, középre. Szakálni egy horog, szinte nem is egy sebet. És hát persze újfent a Flu Ananász pelet, ami szépen leoldódott. Nem is véletlen, hiszen az órám 34 percet mutat. Körülbelül 4 perc ezelőtt takasztottam meg a halat, tehát majd fél órát töltött bent a vízben a csali. Annyi idő kellett, amíg végre horogra sikült kerítenem ezt a szép kis pontot. Hát ez nem egy kapkodós peca, itt ki kell válni a kapásokat.
végszelékek kapcsán már képbe kerültek azok a csalik, amelyek a mai nap folyamán horgászok. Amikor ezt a tóparton horgászó kollégáim meglátják, akkor gyakran nekem szegezik a kérdést, hogy de hát ezekkel még a hal nem is találkozott, valószínűleg soha itt ezen a vízszületen. Akkor hogyan lehet, hogy ezekkel mégis meg lehet fogni őket? Hát itt jön a lényeg, hogy még soha nem találkozott vele. Ezek horogcsalik. Ezekre nem kell rászoktatni a halakat. Ez nem egy olyan kukorica, pelet vagy haltakarmány, amelyre rá kell szoktatni őket. A halak olyan rendkívül kifinomult érzékszervekkel bíró élőlények, amelyek ösztönösen felismerik a nekik kedvező, a nekik tetsző, de akár ismeretlen táplálékot is, amely ha jól van felkínálva, azaz könnyedén felszippantható, akkor nagy valószínűséggel rá is fognak erre próbálni. A legjobb példa erre egyébként az oldódó fluor lebegő édesananász pelet, nagy valószínűséggel ez a hal sem találkozott még soha ezzel a csalival. De nem csak itt működik a kiskorasi sóstom, hanem nyugodtan mondhatom, hogy bejártam szinte ez az egész világot, és ott, azokon a víztöleteken, ahol él pontja a tóban vagy a folyóban, szinte biztos, hogy előbb vagy utóbb horogra keríthetők voltak vele. A másik nagy favorit az idén forgalomba került kék fúzió fantázia nevű oldódó lebegő pelet, amely hasonló tulajdonságokkal bír, mint az édes ananász, de időnként fogosságban még azt is felülmúlja. Ugyanez vonatkozik a spécimagot csalira is. Meggyőződésem, hogy soha életében nem találkozott még ilyen csalival, a hal mégis szívesen fogyasztja. Biztosra veszem, hogy a legtöbben itt körülöttem hagyományos csalikkal, csontukacsal, gilisztával, csemekujcával horgásznak, és persze időnként ezek a csalik is kiválóak, de az esetek döntő többségében az látszódik, hogy ezekkel sokkal jobban ki lehet szelektálni a tóban élő apró halak közül a termetesebb halakat, jelen esetben a pontyokat. Ugyanis az ilyen és ehhez hasonló jellegű nagy vízszületeken mindig vannak úgynevezett zavaró halak, ezek apróbb-nagyobb keszekfélék, kárászok, vagy akár törpehacsák is lehetnek, amelyek addig csipegetik, addig próbálkoznak a csalival, amíg előbb vagy utóbb leszedik a horogról, vagy fölveszik azt. Így esélye sem teremtődik a később érkező nagyobb testű halnak, hogy horogra akadjon. Ezekkel a rugalmas, ellenálló csalimitációkkal vagy peletekkel viszont esélyünk nyílik arra, hogy a később érkező termetesebb halakat is meg tudjuk velük fogni. Ó, micsoda jó kapás! A nap első igazán határozott botgörbítős kapása. Némi túlzással végighorgáztam az egész napot. Már délután, késő délután van. És most sikerült a harmadik halat megfognom. Pontosabban megakasztanom, hiszen még nincs a parton. Hát hiába, no. Ilyenek az egyesületi telepített vizek, aki ezek horgászatára vállalkozik. Tudomásul kell vennie, hogy itt nincs halbőség, nincs halkánván. A horgász legfőbb erénye ezeken a vizeken a türelem. Itt az újabb pocska. A jövő generáció harcosa. A problémát gyakorta az jelenti, hogy az ilyen méretű, már méretesnek számító hal a legritkább esetben kerül vissza a vizekbe. Esélyt sem adva arra, hogy megnőjenek, és később még nagyobb élményt nyújtsanak a horgászoknak. Viszlát, drága barátom! Lőjél nagyra! A tavaszi horgászatok során talán leggyakrabban elhangzó kérdés, hogy mi kerüljön az eretőkosárba. Nos, sokkal könnyebb dolgunk van, mint azt hinnénk, hiszen ebben az időszakban alapvetően két különböző típusú eretőanyaggal gond nélkül megoldható ez a feladat. Elsőként egy markáns, halas ízesítésű, fekete színű eretőanyagot ajánlok. Sokan talán már most felsziszennek, hogy egy halas ízesítésű eretőanyag egy olyan tavon, ahol nincs hozzászokva. Igen, ott, ahol szinte kivétel nélkül mindenki valamilyen kukorica alapú eretőanyagot dob a vízbe,
akkor bombaként hathat egy teljesen más, ettől teljesen eltérő ízvilágú etetőanyag. Konkrét ajánlatom is van ehhez, amely nem más, mint a Haldorado Flow Energy Fekete Erő nevű etetőanyag. A tavasz időszakban is tudja a dolgát. Ez az etetőanyag egyébként nem más, mint a Haldorado legsikeresebb etetőanyagjának, a peletes feketének finomra őrölt változata, további értékes hallisztekkel és adalékanyagokkal dúsítva, amely ebben az állagában a metódus horgászatra is tökéletesen használható. Persze azt én sem merem megtenni, hogy mindent egy lapra feltéve kizárólag csak egyfajta etetőanyaggal induljak el horgászni, így az általam választott másik egy homlokegyenest más keverék. Ez hófehér és semmilyen halas alapanyagot nem tartalmaz. Kizárólag válogatott kukoricaszármazékokból épül fel, és emellett egy nagyon kellemes, nagyon markáns, a hidegvízben is jól oldódó fokhagyma mandula ízesítést kapott. A keverék neve nem más, mint Flow Energy ördögűző. Aki eddig még nem dobta le a láncot, valószínűleg most ezt tette, ugyanis, hogy is van ez? Fehér színű etetőanyag tavaszi horgászatokra egy átlátszó vízbe? Hát igen, ugye éveken, évtizedeken keresztül sok neves horgász, többek között jó magam is, azt hangsúlyoztuk, hogy kizárólag sötét vagy fekete színű etetőanyagokkal lehet és érdemes a hidegvízi horgászatok során próbálkozni. Ezzel szemben mi történt az elmúlt jó néhány évben? Jó magam is megtapasztaltam, hogy az etetőanyag színe másodlagossá vált bármilyen időjárási vagy hőmérsékleti viszonyok mellett. Sokkal fontosabb ettől az etetőanyag aromája, íze és vízoldékonysága. Ez a keverék hideg vízben is jól működik, látványosan is gyorsan oldódik, de amettől sokkal fontosabb, hogy olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek ebben a hideg vízben is oldódás közben táplálkozásra serkentik a környékén tartózkodó halakat. Egy apró, de hasznos dologra hívnám fel a figyelmet. Ha két azonos hosszúságú bottal horgászunk, mint ahogy most én is ezt teszem, ugyanis mindkét botom 4,2 méter hosszúságú, akkor előfordulhat, hogy ha nem toljuk el a botokat oly módon, hogy az egyik bot spicce legalább 30 cm-rel előrébb legyen, akkor sajnos kapáskor előfordulhat, hogy összeakad a két bot spicce. Ez egyértelműen a külső bot esetében kritikus, amelynek a meggörbülő spicce bele tud érni a belső botnak a spiccébe, és ha a két bot összeakad, esetlegesen elszakadhat a fősnór is. Hogyha olyan ferde bottartót használunk, mint amilyeneket most itt a képernyőn is látnak, akkor a belső bot fölötte van a külső botnak. Így a külső bot meggörbülő spicce tulajdonképpen el tud hajlani a másik bot alatt, tökéletes módon kivédve az előbb vázolt problémát. Jól látszik, hogy mindkét bot azonos helyen van a bottartóban, így kényelmesen kézközelben vannak. Nem esett még szó a horgászat stratégiájáról. A horgászat megkezdése előtt soha nem lehet tudni, hogy melyik végszerelék, melyik etetőanyag és melyik csali lesz az igazán eredményes. Ezt egyértelműen próbadobásokkal aznap tudom kideríteni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az esetek döntő többségében már az első pár dobás során kiderül, hogy melyik lesz a nyerő. A mai nap folyamán is az első halat, azt a Fluo Ananász pelettel fogtam, és az ördögűző etetőanyag volt a kosárban. Most a nap végéhez közelítünk, és nyugodtan mondhatom, hogy a későbbiek folyamán is hiába próbálkoztam halas jellegű etetőanyaggal, egyetlen egy kapásom sem volt rá. Tehát az első dobás, pontosabban az első hal kifogás után már egyértelművé vált, hogy melyik etetőanyaggal és melyik csalival kell próbálkoznom. Az eddig kifogott halak, innen véletlen, hogy mindegyike erre jött. Sokakban felmerülhet, hogy mondjuk egy egész napos horgászat során, amikor reggeltől késő délutánig horgászunk, szükség lehet-e alapoz eredetésre. Hát én azt tapasztaltam, hogy ez nem jelent kiemelkedő eredményt. Ezért nem véletlen a mai nap folyamán is szisztematikusan össze-vissza dobáltam. Nincs kiakasztva a fősnóram az orson található klipsbe,
Nem törekedtem arra, hogy kétszer ugyanarra a helyre dobjak, egyfajta nagy távolságra történő keresőhorgásztot végeztem. És akkor elérkezett egy újabb fontos kérdés, talán a legfontosabb az ilyen típusú vizeken, hogy meddig kell várni a kapásra. 20-30 perc a minimum várakozási idő az első dobások során, de nem pánikolok be, hogy esetleg nem érkezett kapás, a következő dobások során akár 40-60 percet is várok. Az esetek döntő többségében az első két óra már választ szokott arra adni, hogy van-e értelme annak, amit csinálok. Szerencsére az első hal a mai nap folyamán is 2 órán belül megérkezett. Tudomásul kell venni, hogy ez nem egy intenzíven telepített nagy halsűrűségű vízterület. A már oly sokszor emlegetett türelem és kitartás nélkül tuti biztos, hogy hal nélkül maradunk. Lehet, hogy a nap végén jön a legnagyobb hal. Megérdemelném talán, kiből töltem, és kivártam ezt a halacskát. Gyönyörű idő van, a nap már a látómezőn lassan lebukik, a hold feljött, és egyre hűvösebb van. De mindez mit sem számít, hogyha halat fáraszthatok. Ó, megszólaltatta a féket. Sóstón ilyet, hogy a fék megszólaljon, igazán ritka. Biztos, hogy nagyobb lesz, mint az előzőek. Milyen kis harcos. És megvan. A nap legnagyobb hala, az élet apró örömei. A nap végén. Hát gondolom a csalit mondanom sem kell, hogy mi volt. Természetesen az éles ananász pelet. Szakáll nélkül horoggal, a szája szélébe akadva, egyetlen az a mozdotta kivehető, mégsem akadt le. Pedig minden trükköt megpróbált. Ugye megmondtam, türelem és kitartás nélkül nincs siker. Köszönöm szépen a mai napot. Hát nem volt egyszerű, de azért csak sikerült 4 darab pontyot fogni. Az összepakolás pillanataiban érkezett egy újabb ponty. Tulajdonképpen már csak a 2 bot volt bent szinte, amikor érkezett még egy utolsó búcsúponty. Egy fontos tanulság van még a mai napi horgászatból, amely nem más, hogy a napszakok között is óriási különbségek lehetnek. Azaz lehet, hogy hiába horgászunk egész nap, hiába próbálkozunk, amikor egyszerűen a halak a nappali órákban nem aktívak. Viszlát Sóstó, ezzel a pontyocskával búcsúzom.